irányítás szelet jelent, hogyha a harmadikig 15-öt és így tovább. Az irány pedig, ugye itt a tájolónk, az északi irány, az nagyjából be van állítva, tehát azt nagyjából látni fog. Jó? Nem délnyugati. Ugye ez az irány, tehát ez mutatja, észak-észak-nyugat. Igen, azért nem délnyugat, hanem észak-nyugat. Észak-nyugat alapul. Na mennyi volt a legnagyobb kilebbenése a lapnak? 15. Jó, oké. Tehát akkor 15 km per óra összeg. Mérhetünk az átlagos 10. Jó. Közben ugye vannak nagyobb széllökések, kisebbek, meg az elég jól pörgeti. Azért általában az észak-nyugati szélirány az nagyjából azért tapasztalnak. Jó? Oké. Egy picit még mérjetek. Jó. És utána visszamegyünk a terembe. Jó, azért tettük le, hogy ne fogjátok a kezetekbe, mert az csalós. Mert ugye mi 37 fokosak vagyunk, akkor azzal fölmelegítjük. Tehát akkor az nem mutat reális eredményt, úgyhogy az nem feltétlen lesz. Ez a nírjával is. Hova? 22. Akkor az is már szépen lassan megy lefele. Jó, higanyoson. Igen. 17. Na akkor a higanyos már előbb megy le, mint a digitális. Úgyhogy a digitálisnak még egy kicsit várni kell, mire az azért a reális hőmérsékletet mutatja nekünk. Viszont a hőmérséklet csökkenésének a tendenciáját egyértelműen lehet látni. A talajnál mit tapasztaltatok? Egy fokot ment, mennyi most? 14. Jó. A hőmérséklet. Jó, csapadékosoknak megvan az eredmény? Igen. Na, mondjátok el a többieknek, aztán majd a teremben is összesítjük. Igen? Hát 21 órában 70 milliméter víz. Az azért elég soknak számít, igaz? 70 milliméter csapadék esetleg napon.